323 esztendeje annak, hogy Tolna vármegye pecsét használati jogot kapott első Lipót királytól. Az 1699. szeptember 1-én sorra került eseményre emlékezve rendezi meg a Tolna megyei önkormányzata megyenapot, melyet idén Kölesden szerveztek. Ez az az alkalom, amikor a Tolna megyei közgyűlés a megye fejlődéséért az élet számos területén kiemelkedő munkát végzőt elismeri. Megnyitó beszédében Fehérvári Tamás a megyei közgyűlés elnöke többek között arról szólt az ünnep kapcsán, a megye egészen is benne a helyi közösségek fejlődését hozták a mögöttünk lévő esztendők. A területfejlesztési koncepciók és a fejlesztések közelebb hozták egymáshoz a településeket és a megyei vezetés elképzeléseit. Amiért dolgoztunk, hogy ez a megye, a 109 település egy közösség legyen, ez úgy néz ki, hogy most már összeállt, és emögött meg ugye a leglényegesebb az, hogy számíthatunk egymásra. Lehetnek közös céljaink, és lehetnek közös elképzeléseink a jövőre nézvést, így a top 1-be, majd a következő időszakban a top 2-be. Hát bízunk abban, hogy a nemzetközi helyzet is ehhez majd támogatólag hozzá fog járulni. Az ünnepségen felszólalt Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő, aki arról beszélt, a megyerendszer kihívásai nem változtak az idők során, és ezzel párhuzamosan a megyei önkormányzatoknak sem változtak meg a célkitűzései. A megyének a kihívásai hasonlóak, mint az elmúlt évtizedekben vagy évszázadokban. És a megyei önkormányzatnak is elsősorban az a feladata, hogy az itt élő emberek, az itt meglévő önkormányzatoknak a tevékenységét koordinálja, és sokszor betöltse azt az űrt, amit esetlegesen állami hivatalok vagy a közigazgatás más szervei nem tudnak ellátni, és figyeljen oda olyan értékekre, olyan értékes emberekre, közösségekre, amelyekre esetlegesen a rohanó világban mi nem tudunk odafigyelni. És ezt a munkát az elmúlt években, sőt évtizedben is nagyon jól végezték. És örülök annak, hogy az idén is olyan díjazottakat állítottak elénk, akik méltán kapták meg az elismerő címeket. Mindannyiuknak gratulálok. A díjazottak közül nagyon sokakat ismertem, még többet nem egyébként. De minden díjazott személyénél, illetve szervezeteknél, bár azért az ember ismeri a tevékenységüket, de mégis olyan dolgokat fedez fel, amire ez eddig nem is gondolt volna. Nyilván Bonyhádiként a Bonyhádi díjazottaknál láttam azokat az eredményeket, amelyek, ahogy ők is elmondták, közös eredmények, hiszen egy városban élünk, mint ahogy egy megyében élünk, és mindenki a saját területen nagyon sokat tett annak érdekében, hogy ezek a dolgok megvalósuljanak, és ezért is jó volt látni még egyszer ezeket a dolgokat. De a nem bonyhádi, tehát a többieknek is én nagyon-nagyon örülök. Igazán értékes közösségeink vannak ebben a megyében. Filóni Ferenci Baja polgármester arról szólt, minden bonyhádi számára büszkeség, hogy az idén két polgárát is kiemelte a megyei közgyűlés. Mindketten az elmúlt esztendőben nagyon sokat tettek, ki a maga területén, a térség felemelkedéséért. Mindig tudunk újat és újat nyújtani a megye számára, ilyen téren is, és hogy ez, ahogy itt a köszöntőkben is elhangzott, az ilyen embereknek a sora, az hál' Istennek a megyébe nem fogy el, hanem minden évben lehet találni olyat, aki méltó az ilyen kitüntetésekre. Én nagyon büszke vagyok rá, és ezúton is szívből gratulálok mindkettőjüknek. Mindig egy csapatban dolgozunk. Egy önkormányzat, egy városvezetés soha nem önmagában sikeres, hanem azokkal az emberekkel, az ott élő emberek közösségével tud előrelépni, így van ez nálunk is, a mi városunkban is, és mindkét kitüntetett személyre azt mondhatom el, hogy több évtizede tudunk együtt közösen gondolkodni és együtt tenni azért, hogy a mi városunk sikeresen fejlődjön tovább. A gazdaság területén végzett kiemelkedő munkájáért vehette át a Beszédes József díjat Futár Rajmund, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a Bonyhádi Ipari Park felvidágoztatásában. Én azt gondolom, hogy a város gazdaságilag első feladata, hogy egy iparparkot teremtsen, ahol a jól menő vállalkozások megtalálják számításukat és dolgukat. Én azt gondolom, hogy Bonyhádon egy jelentős önkormányzati szerepvállalás mellett jelentős magántőke és pályázati tőke bevonásával sikerült megépítenünk 8 gyártócsarnokot, majdnem 12 000 négyzetméter
gyártófelülettel, és ide új vállalkozások települtek, tehát mindenki van használva. És azt gondolom, hogy ez Bonyhád városnak a gazdasági fejlődését és teherviselő képességét nagyban megnevelte. Nem elég megteremteni a lehetőséget, hogy oda települjenek vállalkozások, hanem ezeket a vállalkozásokat meg kell találni. Ezért nagyon sokat tehetnek a már ott levő gazdasági vezetők, és nagyon sokat tehet majdhogy nem elsősorban a helyi politika, illetve az országos politika. A díj az nekem nagyon nagy megtiszteltetés. Igazából szokatlan, mert mi gazdasági vezetők azért olyan sűrűn nem kapunk díjakat, de mindenképpen megtiszteltető, annak ellenére, hogy én ezt szerettem csinálni, és ha már egyszer díjat is adtak hozzá, az megtiszteltetés. Az egészségügy területén végzett magas színvonalú tevékenységet jutalmazta a közgyűlés a Bezerédi István díjjal, melyet ebben az évben Barca Zsolt, a Bonyhádi Kórház igazgatója vehetett át. Én azt hiszem, hogy ha bárhol Magyarországon egy járási központ, egy járási kisvárosban, ahol van kórház, réges-rég, ugye Bonyhádon 1960 óta van kórház, velem egy idős a kórház, akkor szerintem majdnem 100% körül lenne, ha megkérdeznénk az embereket, hogy hát ők támogatják, hogy maradjon. Hát mégiscsak egy lakosság közeli ellátás. Természetesen aznak az eldöntése, hogy milyen szakmai működési struktúra legyen, ahhoz milyen erőforrások állnak rendelkezésre, mi az a elvárható finanszírozás, amit meg tudunk szerezni, mi az a HR, tehát magyarul a humán erőforrás, ami rendelkezésünkre áll, mind orvosi, mind szakdolgozói, mind aztán az infrastruktúrális vonalon, ehhez kell igazítani a struktúrát. Én úgy gondolom, hogy mi ezt megtettük, és igazából mi 2000, most már 10 éve lesz, vagy volt, bocsánat, a nyár elején, 10 éve így működünk, és ezt a mindenkori egészségpolitika valahogy mindig elismerte és díjazta. Úgyhogy megmaradt a bonyhádiaknak és a környékbelieknek ez az ellátás, ami most már nem egy aktív fekvőtek szakellátás, de nekem a szakmai álláspontom az, és akkor is az volt 10 évvel ezelőtt, egy ilyen kisvárosi kórházban nem kell és nem szabad aktív osztályokat működtetni. Meglepődtem, amikor július 5-én kaptam a levelet a Fehérvári Tamás közgyűlési elnök úrtól. Meglepődtem, mert azért nyilván az elmúlt években nyomon követtem a Tolna-megyei közgyűlés által kiadott díjakat, és hát igen illusztrus társaságba kerültem. Ez volt az első gondolatom. A második meg itt egy kicsit viccesen mondtam már többeknek, hogy úgy látszik olyan szinten megöregedtem, hogy már díjakat kapok. A harmadik pedig, és ezt azért hadd mondjam még el, és hangsúlyozzam ki, hogy én azért akkor is úgy éreztem, és most is úgy érzem, hogy ezt a díjat nem csak én kaptam, hanem a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet teljes szakmai közössége. A megyenap alkalmával a közgyűlés utalmazta továbbá az év során a társadalom különböző rétegeiben a térségért kiemelkedően vagy hosszú időn át magas színvonalon dolgozókat.